Sziasztok, üdvözlök mindenkit újra itt a csatornán, én Zsolt vagyok, és a mostani videóban arról fogok nektek mesélni, hogy lehetséges-e, hogy a közeljövőben felveszek növekedési részvényeket is a portfóliómba. El fogom mesélni, hogy honnan jött ez a gondolat, és hogy tényleg látok-e rá esélyt, illetve a videó második felében fogunk egy kicsit beszélni erről a mostani kisebb-nagyobb esésről, korrekcióról. Úgyhogy, ha mindez érdekel, akkor mindenképp maradj a videó végéig. Csapjunk is akkor gyorsan bele, elég érdekes a történet, ugyanis ezt a gondolatot a fejemben, hogy esetleg vásároljak növekedési részvényeket is, amik által esetleg gyorsabban tud növekedni a vagyonom és a portfólióm. Ezt pont egy nem növekedési cég hozta még hozzá, ugye, aki követitek a csatornát, tudjátok, hogy az ExxonMobilról van szó. Én az ExxonMobil-lal jelenleg egy ilyen több mint 100%-os pluszban vagyok, még mindig megvannak a részvényeim. Most ilyen 75 dollár körül mozog, mikor felveszem ezt a videót, és ha most eladnám, akkor valamivel több mint 100%-os profitot tudnék realizálni. Szóval innen jött a gondolat, hogy esetleg jobb stratégia lehet-e olyan részvényeket is tartani a portfólióban, amelyek gyorsabban növekednek. Ugye az ExxonMobil nem egy növekedési cég, ez egy olajvállalat, csak én pont nagyon jókor sikerült megvegyem, és nagyjából egy év alatt elértem ezt a 100%-os nyereséget, de ez azért nem jellemző, nagyon nehéz ezt elérni, pláne nem növekedési részvényekkel, mondhatni azt is, hogy szerencsém volt. Na de kezdjük akkor el, hoztam nektek három növekedési részvénynek az 5 éves grafikonját, amit azt gondolom, hogy érdemes megnézni. Kezdjünk is akkor bele. Itt van elsőnek a Meta, ismertebb nevén ugye a Facebook. Facebook váltott nevet Meta Platforms Inc.-re. És a képernyőn egy 5 éves grafikont láthatunk, és látjuk, hogy 5 év alatt, hogyha pont 5 éve vásároltuk volna meg ezt a részvényt, akkor egy 122, majdnem 123%-os nyereséget értünk volna el. Ugye itt látszik a grafikonon, hogy 2019-ben és 2020-ban, ugye amikor volt a Covid-pánik, akkor voltak azért ilyen kisebb bezuhanások, szóval ebbe a cégbe többször is bele lehetett vásárolni jókor az utóbbi 5 évben. Sőt, hogyha megnézzük, ugye most a komolyabb korrekció, ami zajlik a tech szektorban, látjuk, hogy most is jóval lentébb van a 370-380-as történelmi csúcsától, szóval 294-en a Meta az lehet, hogy nem is egy olyan rossz vásár. Láthatjuk, hogy a price per earning mutató 21-es, ami tech cégnél nagyon-nagyon oké, azt gondolom. Na, szóval ez volt az első cég, láthatjuk, 5 év alatt 123%-os hozamot lehetett elérni, úgy, hogy most mondom, azért van egy kis korrekció a tech szektorba, szóval ha mondjuk a történelmi csúcsot vennénk, és azt mérnénk, akkor jóval nagyobb, közel 180-190%-os is lenne ez a nyereség. Ugorjunk akkor a következő cégre, ami egy személyes nagy kedvencem, ez pedig nem más, mint a Microsoft. A Microsoft, ha bár növekedési cég, de fizet egy nagyon-nagyon kevés osztalékot, láthatjuk, dividend yield 0,84%, ennyit fizet most a Microsoft a jelenlegi árra fizetve. Itt szintén egy 5 éves grafikont látunk a képernyőn, és láthatjuk, hogy 5 éve, hogyha megvettük ezt a részvényt, akkor most egy 351%-os pluszban lennénk, ugye ez már lényegesebben jobb. Viszont itt azt látjuk a grafikon, hogy tulajdonképpen ebben az 5 évben teljesen mindegy volt, hogy mikor vesszük meg a Microsoftot, mert szinte csak felfele ment. Ugye itt is van 2020-ban ez a márciusi beszakadás, amikor volt a koronavírus pánik, de ezen kívül ilyen nagyobb beesések a Microsoftnál az utóbbi 5 évben nem is voltak, szóval tulajdonképpen mondhatni, hogy ez a korrekció, ami most van, ez a legnagyobb, illetve a 2020-as márciusi, szóval ebbe a cégbe tulajdonképpen mondjuk ki, az utóbbi 5 évben bármikor belevásároltál, tulajdonképpen csak felfele ment az árfolyam, és 5 év alatt 351% az nagyon-nagyon király. Nézzük akkor a harmadik céget, amit hagytam, és ez ugye nem más, mint a Tesla. Itt szintén egy 5 éves grafikon látható, viszont én 2020. január 10-től néztem, és látható, hogy ez ugye valamivel több mint 2 éve volt, és 2 év alatt lehetett
nyerni a Teslával egy 880%-ot, ami egészen-egészen elképesztő. Szóval aki 2 éve vásárolt Tesla részvényeket, az most biztosan nagyon-nagyon boldog, ha még megvannak neki, és nem adta el útközben már, mert ugye itt sokan realizáltak szerintem profitot útközben is. És ami számomra érdekes például a Teslával, hogy ugye mikor elkezdett a Tesla 2020 nyarán megindulni felfele, és nagyon-nagyon felment, akkor nagyon sokan mondták azt, hogy túlértékelt, hogy biztos össze fog omlani az árfolyam, hogy nem érdemes vásárolni, ne vásároljunk vele. Nem mondom, hogy nem fog összeomlani az árfolyama a Teslának ennél is jobban, mert ugye járt már 1000 felett, és látjuk, hogy most ez is csak 937. De azért a Tesla az utóbbi egy évben hozta azokat az elvárásokat szerintem, amit elvártak tőle. Ugye folyamatosan több eladott autó, jobb számok, rekord eladás, szóval tényleg hozzák az elvárásokat, úgyhogy egyáltalán nem vagyok én annyira biztos abban, hogy a Tesla össze fog omlani, és szerintem már sokan azok közül sem olyan biztosak ebben, akik az elején azt mondták, hogy ez egy lufi, hogy ki fog pukkanni. Szerintem nem azt mondom, hogy a Tesla most jó vétel, mert én nem venném, például a Teslát nem venném, az biztos, de hogy azért már nem biztos ez a túlértékeltség szerintem, ami nagyon sok befektető és nagyon sok elemző hallottunk az utóbbi egy évben. És akkor, ha már ránéztünk ezekre a cégekre, gyertek nézzünk rá két olyan részvényre, ami az én portfóliómban a két legnagyobb pozíció, szintén 5 éves grafikont fogunk megnézni, és látjuk, hogy az itt megjelenő számok közel sem olyan csúcs szuperek, mint ezeknél a tech cégeknél. Nézzük meg akkor elsőnek a 3M-et. Itt láthatjuk az 5 éves grafikonon, hogy konkrétan, ha 5 éve vásároltam volna meg ezt a részvényt, akkor most egy mínusz 4,6%-kal ülnék benne, úgyhogy 5 évig benne volt a pénzem, ami azt gondolom, hogy elég pocsék befektetés lenne. Én a 3M-et ilyen $140 körül vettem, legalábbis annyi az átlag bekerülés jár, amivel többször is vásároltam. Szóval én pluszba vagyok vele, de tény, hogy ebbe is bele lehetett nagyon rosszkor nyúlni. Ugye a 3M most ez is esett, ilyen $180 körül volt még egy hete, most $170. Ha 180 körül mozogna, akkor nagyjából kijönne a nulla, szóval nem lennénk sem mínuszban, sem pluszban, azaz pluszban lennénk mégis, mert ugye a 3M az egy több mint 60 éve osztalékot fizető és növelő vállalat. Jelenleg a jelenlegi árfolyamra vetítve ez az induló osztalékhozam 3,5%. És hogyha kiszámoljuk, akkor a 3M 5 év alatt nagyjából $28 osztalékot fizetett nekünk egyetlen részvény után, szóval hogyha azt a $28-t hozzáadjuk a veszteségünkhöz, akkor mégis pluszban vagyunk, de ez így is egy nagyon-nagyon soványka valami, szóval azt gondolom, hogy mikor valaki 5 évre fektet be pénzt, akkor senki nem azt a grafikont akarja látni, és senkinek nem ez az elvárása, még akkor is, ha fizetett a cég osztalékot. Szóval ez így nem mutat túl jól. Amúgy itt zárójelben megjegyezném, hogy nekem a 3M még mindig az egyik kedvenc befektetésem. Én azt gondolom, hogy itt rendben lesz előbb-utóbb az árfolyam is. Pont a héten jelentettek, egész rendben volt. Nagy cég, rengeteg szabadalom, rengeteg termék, innovatív cég, úgyhogy szerintem rendben lesz ez a cég hosszú távon, meg hosszú távon ugye rendben is van, hogyha egy 20 éves grafikon néznénk, akkor egyértelműen látszik a növekedés, csak ez az 5 éves grafikon nem mutat túl szépen. Na de nyertek, nézzünk meg akkor nézzük meg a másik céget is, a másik legnagyobb pozíciómat, ami ugye nem más, mint az Altria, és itt még szomorúbb a történet, ugye itt, hogyha egy 5 éves grafikon nézünk, akkor azt látjuk, hogy bizony 5 év alatt sikerült csinálnunk egy 30%-os mínuszt. Szóval itt nem, hogy nőtt volna a pénzünk, hanem csökken. Ugye az Altria is fizet osztalékot, a jelenlegi ára vetítve 7,28%-ot, és 5 év alatt egy részvényre valami $16 kaptunk volna. Szóval itt még az osztalékkal együtt sem lennénk pluszban, hogyha 5 éve vásároltunk volna Altriát. Ugye a dohányipari termékeknek, meg a dohányipari cégeknek nem túl fényes a jövője, folyamatos korlátozásoknak vannak kitéve, egyre nagyobb adókat rónak királyuk, úgyhogy nem könnyű a dohányvállalatok élete.
Annak ellenére én azt gondolom, hogy az Altria most kicsit alulértékelt. Az Altriának pont ma volt, pont ma jelentett az Altria negyedévet, még nem volt időm belenézni, de a cím alapján elég jól sikerült, úgyhogy nem gondolom, hogy komoly gond lenne, és amíg ezek a jelentések jók, és a pénz jön be a vállalathoz, az például szerintem szinte garantált, hogy ez a cég továbbra is fog osztalékot fizetni és emelni. Szóval, ha nem 5 éve vetted meg, akkor ez is lehet egy jó vásárlás. Amúgy nagyon érdekes, mert hogyha most elővenném az ExxonMobilnak az 5 éves grafikonját, akkor kb. Pont ugyanezt látnánk, az ExxonMobil is olcsóbb most, mint amennyi volt 5 éve. Csak ugye nagyon-nagyon nem mindegy, hogy mikor vesszük meg. Én akkor vettem meg, amikor 35 dollár volt, és így sikerülne realizálnom egy több mint 100%-os profitot, de ez is egy olyan cég, amiben igenis bele lehetett nagyon rosszkor is nyúlni. Szóval ugye mindig mondom ezt, hogy az, hogy mikor vásárolsz meg egy adott részvényt, legalább annyira fontos, mint hogy az adott cég mennyire jó. Szóval nagyon-nagyon jó cégekbe is lehet rosszkor belenyúlni. Volt erre példa, például a Walmartba is lehetett úgy ülni 10 évig, hogy nulla árfolyam nyereséged lett volna, ha eladod. A Pfizerbe is lehetett így ülni, az ExxonMobilba is, ugye most, meg sok-sok ilyen vállalat van, úgyhogy nagyon-nagyon fontos, hogy mikor vásároltok. A másik dolog, ami még mostanában picit így elgondolkodtatott, hogy rájöttem arra, hogy hiába mondjuk túlértékelt egy cég, vegyük például az Apple-t. Ugye nekem van Apple részvényem, és tudom, hogy túlértékelt picit a részvény árfolyam, mégis sokkal nyugodtabban ülök abban a részvényben, mint például az ExxonMobilban, ami 100%-os profitot realizálhatnék. Nem fogom többször elmondani, ígérem. De az Apple az például egy olyan cég, hogyha be is esik az árfolyama, akkor sem érdekel, akkor sem akarom eladni, sőt, az egy nagyon jó lehetőség ugye a vásárlásra. De például egy ExxonMobil, ha most elkezdene esni, ugye akkor bánnám, hogy jaj, francba nem adtam el, miért nem realizáltam a nyereséget. Például az Apple-ben tényleg nagyon kényelmesen ülök, így is, hogy túlértékelt. Egyszerűen nem érdekel ez. Szóval, ha elkezd esni az árfolyam, sőt, elkezdett a héten, akkor sem parázok, nem gondolkodom azon, hogy eladok, sőt, azon gondolkodom, hogy milyen szinteken bővíteném tovább ezt a pozíciómat. Szóval ilyen szempontból is kicsit más, hogy látom már a részvényeimet, hogy vannak olyan cégek, amik annak ellenére, hogy túlértékeltek, nagyon kényelmesen ülök velük a portfóliómban, és vannak olyan cégek, amin pedig realizálhatnék nyereséget, és jóval nagyobb profitom van rajtuk, mégsem érzem magam kényelmesen, szóval ezen is valószínűleg fogok majd alakítgatni. Gyertek, nézzünk rá egy picit gyorsan a portfóliómra, nem fogom most nektek megint felolvasni, melyik részvényből hány van, mert akik folyamatosan nézitek a videókat, biztos tudjátok ezeket, és lehet már unjátok is, csak gyorsan szaladok át rajta, szóval az Apple az elkezdett esni a héten, ugye, hát most ilyen 160 dollár alatt van, a 180 valamennyi volt a csúcs, mindenki parázik, az egész tech-szektor esett a héten, pláne hétfőn ugye. Amúgy a hétfői nap az nagyon-nagyon vicces volt, mert ugye emlékezhetünk, hogy minden ilyen nagy mínuszokkal indult, és nap végére pedig a Nasdaq és a Dow Jones is talán nagyon pici pluszban zárt, úgyhogy mindenki elkezdett parázni az elején, tényleg ilyen egész szép kis beszakadások voltak, szinte minden részvény ilyen mínusz 2-3-4-5%-kal nyitott az én portfóliómban is, és a tech szektor az még durvább volt, ahogy hallottam, de nem kellett parázni. Amúgy én tudjátok, mit csinálok, mikor így napon belül elkezdenek esni a zárfolyamok? Ez a legjobb. Igen, szóval konkrétan ugye most elég sok minden zajlik most is a világban, vannak az inflációs félelmek, háborús félelmek, reméljük abból nem lesz semmi, ugye újabb járványok, újabb hullámok, úgyhogy elég sok minden mozgatja a részvénypiacot szerintem most, és mikor azt látod, hogy az egész minden esik, szóval szektortól függetlenül, cégtől függetlenül, tényleg minden részvény esik olyankor, nagyon fontos azt megérteni, hogy ez nem azért van, mert ezek a cégek most nem jelenthetett minden cég egyszerre valami rosszat, és nem veszíthet az értékükbe, ez pusztán azért van, mert emberek vagy profitot realizálnak, vagy valami fajta pánik miatt eladási hullám jön, ilyen szerintem most ez a háborús helyzet is, meg az inflációs dolgok, ugye. Úgyhogy
Nagyon sok ilyen dolog van, és szerintem nem érdemes, meg nem szabad ilyenkor napi szinten lesni az árfolyamokat, mert lehet, hogy előbb-utóbb te is rosszkor fogsz eladni, vagy bepánikolsz, vagy tényleg ilyenkor kell fogni a kontrollert, kell játszani két meccset, és lehet, hogy mire ránézel, megint minden rendben lesz, és tényleg ez a hétfői nap, ez tökéletes példa volt erre, ránéztél, minden zuhant, este ránéztél, pluszban volt, basszus, szóval. Nézzük akkor gyorsan tovább, ugye ExxonMobil, erről csomót beszéltem, IBM, emberek, jó dolgokat jelentett az IBM, nem akartam elhinni, emelkedett 5%-ot aznap, hihetetlen. Procter & Gamble is jót jelentett, de az olyan nagyot egyelőre nem ugrott, Realty Income már 68 alá is benézett a héten, szerintem februárban tuti vételek között lesz. A Walgreens megint nálam visszaesett kicsit, most már nincs rajta olyan nagy nyereségem, mint amivel dicsekedtem a múltkor. Amúgy ez is tök érdekes, mert én általában így szerdán, meg vagy csütörtökön szoktam felvenni a videókat, attól függ, hogy mikor van így időm délután vagy estefele. És emlékszem, hogy az idei első videóban elmondtam, hogy milyen büszke vagyok rá, hogy eddig így minden emelkedik a portfóliómban, meg nem tudom mi, azt hiszem ez egy szerdai nap volt, és csütörtök pénteken így esett be minden, és mire kikerült a videó, pont gondolkoztam, hogy aki most ezt látja, biztos hülyének néz, hogy miről beszélek. Utána pedig a múlt héten volt, mi is volt a múlt héten? És a múlt héten pedig ugye 74 volt az ExxonMobil, és ahogy ezt kimondtam, csütörtök pénteken visszaesett ilyen 72-71-re, úgyhogy az is mire kikerült, már rég nem annyi volt. Nos, ennyi volt a mostani videó, srácok, én köszönöm szépen nektek, hogy megnéztétek, kérlek, amennyiben tetszett, ne felejtsetek el nyomni egy lájkot, amennyiben még nem lennétek feliratkozva, iratkozzatok fel, és akkor találkozunk legközelebb, vigyázzatok magatokra, sziasztok!